The Psycho Frontier. Skacok. Ez az, amit mások csak úgy hívnak, hogy az űr Tarkov, a vises Tarkov, az ingyenes Tarkov. Ez nagyjából egy hónapja jelent egyébként meg, csak PC-n, teljesen ingyenesen. Attól a fejlesztő csapattól, aki anno a Spec Ops The Line-t, illetve a Dreadnought-t csinálta. Ez egy PvPvE játék, mint a Tarkov, ilyen survival móka. Mit lehet róla mondani? Azért nem játszottam vele egy hónapja, mert nem akartam a kezdeti problémákkal találkozni, amik még jelenleg is fennállhatnak egyébként, hogy kifagynak a szerverek, hogy akadoznak a szerverek, hogy bágosak a küldetések. Úgy voltam vele, hogy várunk vele még egy kicsit, ameddig nem rendeződik ez a launch körüli szituáció. Ugyanis ebben a játékban túl kell élned. Aki már játszott a Division-nek a survival módjával, amit én nagyon-nagyon szerettem, annak ismerős lehet a dolog, vagy például annak is, aki tarkovozott már. Ugyanis ez úgy néz ki, hogy nagyon nagy vonalakban, a lore-ral kapcsolatban, itt már a jövőbe járunk, az emberiség idegen bolygón, jelen esetben a Fortuna 3-on nyersanyagokat bányászik, váratlanul agresszív lények ütik fel a fejüket, meg természetesen a szélsőséges időjárás, így ennek következtében az emberek, akik ott dolgoztak, fölmentek a közelben levő űrállomásra, és hát megjelentek a fosztogatók, azaz mi, hogy a lent maradt ásványokat, illetve felszereléseket behúzzuk. És a túlélés az úgy néz ki, hogy szerezhetünk lootot az állatokból, ez a PvE része, de hogyha rájuk lövünk, vagy a kis hordába, tehát a kisebb ellenségekbe, a kisebb ellenségekre, akik hordába verültek össze, vagy a nagy enemire, aki egyedül kószál, akkor azzal felkeltjük a figyelmünket több player számára is. Úgyhogy nem mindig kifizetődő a harc, ha már tapasztalt vagy, akkor annál inkább. Érdemes lopakodni az elején, hogyha annyira nem vagyunk tapasztaltak. Ha eljutunk odáig, hogy kimenekülnénk, több pont is van a pályán, két pálya is van egyébként. Az első a kezdőknek, a második a haladóknak. Valahogy így van rangsorolva. Több pont is van, ahol ki tudunk menni a pályán. És hát ez egy ilyen evakuáló folyamat, tehát meg kell várni, amíg a hajó odaér, a közben is amúgy le tudnak minket lőni, tehát nem biztos a kimenekülésünk. Ebben egy kicsit szerintem bonyolultabb, mint a Tarkov esetén, de hát szerintem nem kivitelezhetetlen. Az így megszerzett pénzt és nyersanyagot egyrészt gyártásra, új cuccok gyártására tudjuk költeni, aminek folyamat, tehát a folyamat gyorsítására real money tudunk amúgy áldozni, ha jól tudom, vagy vásárolhatunk a boltba a pénzünkön felszerelést. Három eltérő frakció van küldetésekkel, hogyha jól tudom, és minél több küldetést csinálunk meg, annál több befolyásunk lesz, ez a klasszikus repu rendszer, mint amit a Tarkovban is megismerhetetek. Minél több küldetést csinálunk meg, annál durvábbat kapunk, annál jobb fegyvereink lehetnek. Tudunk ezen az űrállomáson gyártási sebességet növelni, eszköztárméretet, meg naponta beváltató jutalmak számát is, hogyha jól tudom.
ugye, ha nem sikerül kimenekülnünk a pályáról, akkor bukunk mindent, ahogy a Tarkov esetében is, mert túlélős játék, tehát hogyha bevisszük a felszerelést és elbukjuk, meghalunk, akkor azt elbukjuk. Kivéve ami biztosítva van, mert akkor az megmarad. A biztosítás amúgy nagyon drága, és itt is van egy ilyen, hát itt ezt úgy hívják, hogy space, vagy hogy is hívják? Van valami safe packet, igen. Van ilyen safe packetünk, amiben, hogyha beleteszünk értékes dolgokat, akkor az nem vész el, még hogyha meghalunk is. Ha bukunk esetleg mindent, akkor nincs beszve semmi, mert hogy ha nincs semmink, akkor is le tudunk menni, és tudunk szerezni lótot, csak hát nyilván üres kézzel leszünk, de ha várunk pár napot, akkor a napi dolgokkal újra lesz pénzünk, meg felszerelésünk is. Szóval, hogyha valaki emiatt aggódna, hogy ha mi van akkor, hogyha elbukunk mindent, tehát úgy is lehet még játszani. Ugye mondtam, hogy két zóna van, amikor lemegyünk a bolygóra, a bolygó adott zónájára, akkor teljesen random helyen landolunk a kabinnal, igen, ezt kerestem, szóval szóval nem nagyon, nem fogunk rögvest playerrel találkozni, remélhetőleg, bár itt nem úgy megy, mint a Tarkovba, hogy sessionök készülnek. Azért várakozunk, amikor összekiólunk valakikkel, akkor várakozás van, és vannak mapok a Tarkovban, amik nagyon kihaltak az elején, vagy éppen a végén. Itt ezt úgy oldották meg, hogy itt szerverek mennek, tehát 6 óránként újraindulnak a szerverek, így mindig lesz player a szerón. Tehát te egy szerverre fogsz felcsatlakozni, így nincsen hatalmas várakozási idő, mint a Tarkov esetén. Hát, hogy playerek mennyire vannak, azt nem tudom, tehát, hogy például hajnalban mondjuk mennyi player van, vagy így napközben mennyi player van, ahhoz képest, hogy mondjuk este 6 után mi a helyzet, ezt nem tudom. A loot, amit ugye felveszünk, az ugye eltűnik a pályáról, de vannak viharok, amik meg lootot spónolnak, szóval nincs az, hogyha már megy egy szerver 6 órája, vagy 5 órája, akkor már nincs rajta semmi loot, de van rajta loot. Csak hát nyilván nem annyi, mint az elején. Az, hogy mikor indul egy szerver, azt én nem tudom majd honnan fogjuk tudni megállapítani, de tapasztalt játékosok majd megókoskodják nekünk ezt a részét. Ez egy könnyebb hardcore survival játék, nem úgy, mint a Tarkov. Ez egy kicsit befogadhatóbb, abból a szempontból is egyébként, hogy nincs végtelen mennyiségű lőszertípus, és nem nehéz összerakni attachmentekkel a fegyvert sem. Szóval kicsit másabb, de tudjuk, mint hogy ez honnan indult. Van benne Battle Pass is, a fegyvereknek rarity-e van, bár mindegyik ugyanúgy néz ki. Lehet venni starter pakkokat is, ahogy a Tarkov esetén is, itt is. Ez meghatározza a kezdő felszerelésünket, amit ugyanúgy el fogunk tudni bukni, tehát hogyha megveszitek a legdurvább pakkot a játékhoz, attól függetlenül beviszitek az első körre, meghaltok, akkor már nincs is, szóval ennyi. És itt is vannak, mármint hogy itt is lesznek majd wipe-ok, seasonönként lesz wipe, és akkor minden kezdődik a legelejéről. Azt hiszem, mindent elmondtam, ami így érdekes a játékkal kapcsolatban. Ha így ez így elrettentő számotokra, vagy hogyha felkeltette az érdeklődéseket, akkor már megérte ezeknek így utána olvasni. A tutoriál fogadott volna minket itt a játékba, hogyha én nem állítottam volna be a grafikát már az elején, viszont most karakterkreálás lesz, utána pedig majd lenyomjuk a tutoriált. Szia, Péter! Szia, Scott! Szia, Little Mao!
Szia Martin, sziasztok srácok. Ez már bizony a körforgás. Na nézzük. Na nézzük srácok. Hát nem is tudom, melyik karakter legyek. Libra, mehet a Libra. Ahogy látom, nincs semmi jelentőség, hogy mit választok. Bár halk amúgy a játék. De mindjárt állítok rajta, srácok. So, you're the new arrival. Come over to my bar and I'll show you the ropes. Hogyha kell elképzelni a season elején a wipe-ot, minden cuccod elbukod, amit... Igen, így van, így van. A wipe az azt jelenti, hogy amit én most csinálok, az olyan, mintha nem is történt volna meg. Csak, és kizárólag a tapasztalat, az, amit magammal viszek. És ez nem játékbeli tapasztalat, hanem ez a tapasztalat a játékkal kapcsolatban. Mit és hogyan kell csinálni. Nem marad meg semmi, kivéve az, amit költesz a játékra real money, az megmarad, illetve azok a starter pakkok, amiket így veszel a játékhoz. Tehát minden, amiért fizetsz valós pénzzel, az megmarad. Na és itt vannak a login rewardok. 14-nél kapunk valami puskát. Oké. Okay. Kapcsolok nektek ilyen kocka számokat. Ó, de fura. Hát ugye most TPS-ben látjuk a karakterünket, de amikor majd lemegyünk a pályára, akkor nem TPS lesz, hanem FPS. Szevasz, lovacska. Ez a kedvenc zsánered. Hardcore survival játék. Nekem ez mondjuk nem szimpatikus, legalább egy-néhány valamit át lehetne menteni. Hát ez... Így van, ez a Tarkovnál is ugye így van. De pár embernek nem tetszik, pár embernek tetszik. De nyilván jó lenne valami megoldására. Ma elvileg a három kérdőjellel kéne játszanod, fullos az átverés. So you wanna be a prospector? Well, first things first. Head to the faction HQs. A csávó has beszélő. Later. Na, beszélni kell a frakció vezetőkkel. Ők adják majd a küldetéseket. Küldetés nélkül is amúgy le lehet menni a bolygóra. Time to punch. Carl Ever, the industry guys. És kapunk egy KM9-es SMG-t. They put jobs out for raw materials and old machinery. Their gear's nothing fancy, but ez a vicces NPC lesz, mert ő a badum. Na, az első része a küldetésnek az, hogy Nickelt szedjünk. A többi részét pedig akkor tudjuk majd megnézni, hogyha már megcsináltuk az első felét. És akkor így ad majd jobokat is. Level 3-nál, meg 6-nál, meg 12-nél. Vadim Tanajev, ő a vezetője a Korolevnek. Oké. Okay. Korolev Market. Finish Badum the task to unlock this feature. Jó. Menő amúgy ez a lobby. Tetszetős. Itt fogunk tudni lemenni majd. Fortuna Pass. Aha. Srácok, már is megtaláltuk a Battle Pass-t. Csak azt nem tudom, hogyha csinálom a Battle Pass-t, akkor mi az, ami itt most megmarad? Tehát, hogy miért vegyem meg a Battle Pass-t, hogyha a jutalom az csak ebbe a szezonba lesz? Utána nem marad meg semmi. Vagy valami megmarad? A skinek azok gondolom megmaradnak. Oké. Okay. Jó, hát akkor valószínűleg a skinekért érdemes csinálni a
A Battle Pass, így van. És mi van a végén? Valami menő dolog van a végén? Aha, tehát egy ilyen skin van, egy Bounty Hunter skin van a végén. Itt meg egy ilyen fegyverskin. Uh-huh. Van emote is. Aha. Ne ragudjatok, így most hirtelen nem jöttem lázba ezektől a skinektől, hogy azt mondja, úristen, de jól néz ki. Aha, van fityegő is. Ezt már szeretem. Jó, déli akció. Tehát vannak ilyen déli küldik is. Nagyon jó. Amiért XP-t kapunk. Sőt, ha jól látom, ezekkel lehet szintezni a Battle Pass-t. Jó. Jól van. Inventory. 85 férőhelyes az inventorink. Itt van a backpackünk, a safe pocket, safe pocketünk, pocketünk, igen. Különböző filterek, a karakterünk, amit lehet customizálni. Értem, ennyiben. Tehát, hogy így semmiben. A déli küldiket ne nézegessen még délelőtt? A drop pod, ezzel érkezünk. Ezt is majd lehet skinezni, gondolom. Itt az egyetlen küldetésünk. Van itt shop is. Ronin skin. Na tessék. Lehetek Ronin a játékban 3800-ért. 3800 valamiért. És itt vannak a fegyverskinek. Jaj, hát én ezt még itt nézegetni akartam. Welcome pack. Uh-huh. Ezek azok a pakok, amiket láthattok a... az áruházakban, akár Epic-en, akár Steam-en, ezek a starter pakok, amiket így meg tudtak venni, és akkor több cuccal kezdtek. Mennyibe is került ez a skin? 3800. Az annyi, mint hogy 40 euró. Oké. Okay. Jó. Ez az első skin, ami számomra úgy valahogy kinéz, és 40 euró. Jó. Hát vannak árak, ugye? Ingyenes játékról beszélünk. Kettőt kérsz? Jó, de ez az első skin, ami jól néz ki szerintem itt a játékban. Tehát nem azt mondom, hogy de jó. Hanem, hogy egyáltalán jól néz ki. Jó, a vendor nem elérhető, ameddig nem csináljuk meg Badumnak a taskját. Sziasztok. Ez egy hardcore survival játék. Hát, már amennyire hardcore, nem tudom. Annyira nem hardcore, mint egy Tarkov. Van egy olyan frakció is, hogy Ica. Welcome to the ICA. És ők is hasbeszélők. Kapunk egy médium backpacket, majd hogyha megcsináljuk. Compound sheetet kell vinni. Oké. Okay. Jó van, okos kocit. Itt van Korolev frakció, Ica, és vannak itt a merülősök. Osirisek. Another prospector. Good. Osiris always needs more people in the field. Osiris are only here. Na, ő pedig shieldet ad. Le kell vadászni egy Stridert. Jó van. Mehet. Persze, mehet. You'll need some gear before dropping down if you plan to survive. I'll get you started with some spares. Come back to the bar. Na tessék, még a Discord is benne van a játékban. F to open Discord. Na jó, ezt ki kell próbálnom, srácok, ne haragudjatok. Hogy működik-e. És tényleg megnyílik a Discord. Wow. Hát ez, ilyen feature-t még nem láttam játékokban. Elég menő.
Tessék. Ha itt megnyomol az F-et, akkor konkrétan nyit egy böngészőt, amivel megnyílik a Cycle-osok Discordja. Hey. Hey. Az igen. Free gear won't help if it's not equipped. Open your inventory to check your loadout. No. Take care out there. Your safe pockets won't be able to carry all your loot. Bitcoin miner linket is bele lehet sűríteni. Lehet, Rizsi. A mehet a hátizsák. You don't want to go down there unarmed. Pick a weapon to equip. Mehet egy sapka. Mehet egy pajzs. Hát, van itt egy shoti. Van itt pisztoly. Hát én azt mondom, menjen egy, ez mi? SMG? SMG. A két SMG között az a különbség. Ja, de ez külön típusú, mindegy, akkor ezt így kár is összehasonlítani. Ott egy AR, 12 damage, 2200. Ja, amúgy iszonyat magas a time to kill, tehát hogy nagyon lassan fogunk tudni megölni enemiket, ezt olvastam a játékkal kapcsolatban. A double barrel shoti. Assault rifle. Hát azt a menő shieldet meg a menő sapkát nem visszük be. Viszont mehetne az AR, vagy az SMG-t vigyük? 20-as a magazine size. Mit tudom én, visszük az SMG-t. Tessék. Light, medium, shotgun. You get the idea. A quick grenade throw or emergency health stem could make all the difference. Az a kérdés. Oké, a kis pisztoly ezt a lőszert használja, amit most elraktam. Így van. Jó. Ugyanazt használja, mint az SMG. Szuper. És azt mondta, hogy vigyünk gránátot is. Vagy olyat, ami HP-t boostol. Hát de most én nem akarom az összeset, nem lehet szétszedni? Aha, shift-tel lehet splittálni. Mineral scanner will help you find valuable ores. A must have for any real prospector. Ez mi? Miner scanner. Tessék. Okay, you're all set. Head to the launch terminal. From there you can start your first drop onto Fortuna 3. Jó lesz. You may want to insure some of your gear. You won't get the full value back, but it beats nothing if you get knocked out. Jó, de nála lehet biztosítani? Vajon? Come back anytime. Vagy hol lehet biztosítani majd, hogyha elindulunk? Gondolom, ha elindulunk. Hát igen, a Bright Sands-re fogunk menni, a Crescent Falls az már így a profiknak való. Ja, ott van, tutorial. Igen, az az, ami nekünk kell, mert ugye az kimaradt. A tutit le kell nyomni. Az igen, milyen fegyverekkel kezdek már így rögtön. Welcome to Fortuna 3. Well, a decent simulation of it anyways. This sim will let you get acquainted with the surface risk-free. As a prospector, you'll spend your days scavenging through Fortuna 3's old colony sites for resources, retrieve exotic samples, or just shoot up some aliens. Whatever the factions pay you to do, really. Oh, and then evac off the surface. That's an important step. Itt vannak a küldjeink. There should be some striders in the area. Stridert kell ölni. Lehet benne futni, így sétálunk. Amit a Tarkovban.
Ilyen jó lassan. Én itt hallok mindenféle hangot. De lehet, hogy csak képzelődök, srácok, hangokat illetően. Ez itt valami lootos hely? Mine Mineral Scanner Tool. A dumpsterbe van Copper Wire. Beraktuk. Careful with these guys. Their hides are soft, but they pack a mean bite, and there's never just one. Igen, azt mondja a csávó, hogy sosem egyedül vannak. It's not just the local creatures that'll be after you. If you get taken out, your suit will keep you and whatever's in your safe pockets in one piece, ready for rescue. But your gear and bag, that'll belong to someone else. Jaj. Now let's see you try some actual prospect. Equip your scanner and look around for minerals. Na, szóval öltünk ilyen Stridert, és most kell a scanner. Item detected. Pont oda kell menni, ahonnan jöttünk. Na nézzük. Time for some honest hard work. Use your pickaxe to crack that rock open and check for minerals. Aha! Nyomom, srácok. Hát erre kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire lesz hangos. Ha lesznek más playerek is, persze. És ezt itt teljesen le kell bontani szerintetek? Aha! Szóval nem az volt a lényeg, hogy szétüssem a kavicsot, hanem hogy a minerálist begyűjtsem. Tessék. Prospectors need to know how to organize their bag. Always know what you got on you and what you can carry. Csak be kellett gyűjteni a zöldséget. Szevasznekszal. Pay attention to your safe pockets. És akkor ez ugye értékes dolog, érdemes berakni a safe pocketba. Mert ez ugye akkor is velünk lesz, hogyha esetleg meghalnék. Azt mondja a játék, hogy most, hogy begyűjtöttem egy nikkelt, mert az evakuálás. Oda fogunk menni. Kéne próbálni ezt a fegyvert. Ez a longshot, vagy micsoda, ez durvábbnak tűnt. Meg ki kéne próbálni amúgy a mélizést is. Rajd láttam, arra is van lehetőség. Lootolni nem tudom minek lootolok, mert tutoriált nyomunk, tehát valószínűleg ezek a lootok úgysem maradnak meg. De azért nyomom.
Swamp Camp. Moderált veszélyek. Oké, ahogy látom, lehet mászni is, vagy legalábbis valahol tolni. Csak bal kliket lehet józolni. Na nézzük. Ott van. Jó, hát ezek elég erősek. Még le is köpött. Looks like you're wounded. Try using a stim to heal up. You'll want to carry consumable items like that in your bag. They'll improve your chances down there. Zsír. Na, legalább a hírt is kipróbáltuk. Van charge attackod, már se tolja a kis pirosokat, igen? Ja, látom. Tehát a hosszán nyomom. Oké. Okay. Hát itt most futunk vadul, hát ilyet nyilván majd élesben nem érdemes csinálni. Csak akkor, hogyha már tudjuk, hogy hol szabad. De mivel tutoriát nyomunk, nem félek. Nehéz amúgy megtalálni a lootot. A fűbe. Kár, hogy nincs kis pisztolyom. Ja. Ja, pont egy ilyen erős enemivel nem próbálkoztam. Az előbb. Na gyere. Eloy. Ez pedig itt. Insulation. Hydraulic piston. Az ott a nagy semmi. Ó, loot. Még több lootot. Várjunk, a küldetésben beszámolja, ahogy én itt gyűjtögetek, vagy nem tudom. A küldetésben valamiért beszámolta ezt a gyűjtést, érdekes. Én általában akkor használom a charge-ot, akkor te enemy vannak közelbe, és sneaky kell maradjak, hogy ne tudják honnan jövök. Ja, igen, az érdemes. Na, gyere! Aha. Ezzel majd lehet darálni playerek ellen. Beszámolja, de kivinnet kell, szóval rezetelni fog. Aha. Jó, hát menjünk. You'll need to be extra careful if you're still down there when a storm kicks up. No pilot's gonna risk flying their evac ships through that hell just for you. De sötét van. Audio decoy. Gázgránát. Ó, ott van. Jobban, hát azt se tudtam, hogy lehet oda feljutni. Jó.
ilyen lootos ládák. Ah, és ott írja, hogy mindjárt elmegy. Ja, ez ilyen Destiny survival feeling. Hú, Kelvin, jó éjszakát, mint egy jó pihit. Na, leszívólálták nekünk a tutoriát. Okay, you're all set. Head to the launch terminal. From there you can start your first drop onto Fortuna 3. Tehát akkor most már mehet élesbe. You won't get the full value back, but it beats nothing if you get knocked out. Jó. Na, hát szóljon, srácok. Gear Salvage. Így kell biztosítani a dolgokat. Tessék. 1700-ba kerül a biztosítás. Még a Miner Scannert is bebiztosítjuk. Jó, a lőszer ugye azt nem lehet. Mehet amúgy, mehet. East Caverns. Itt ide értünk. Látjátok, nem volt semmi várakozás. Ez látszódik amúgy más számára, hogy én így ide jöttem. Vagy hall bármit is. Látszok egy pillanat. Elveszem a játék hangját. Nem baj, ha megsüketülök. Remélem, nektek se lesz majd hangos. Oké, erre megy valami háború. Hát így hallom a izét. Azt, hogyha mozgok. Aha!
többet már nem lehet elrakni? Aha. De furák a hangok, basszus. Ez milyen hang, srácok? Valaki ide érkezett? Okay. Aha, itt lehet kimenekülni. Ezt gondolom a Rock Pulse-hoz megy. Hogy ez pont ide jön? Ezek a kimenekítési cuccok csak nekem vannak itt? Vagy másoknak is. Mások is itt tudnak kimenekülni, ahol én vagy... Vagy mindenkinek más. Kapott egy headit, láttátok? És várunk itt egy kicsit.
Na mi van? Skatszerej elmenekült? Szerintetek elmenekült, nem? Itt most akkor videókártyát kell keresni? Ezt már átnézték, mi? Jelenleg ugye nehéz megkülönböztetni, hogy mi az, amit vihetek. Loot. Mi az, ami a pálya része, és mi az, ami nem az. Na tessék. Ablakon át el tudnak lőni, srácok. Nem megy át az ősszel? Na jó, visszamegyünk srácok, és nyomunk egy evakuálást, hátha.
Pokocs. Gondolom ilyenkor egy gránát nagyot megy a hajóba. Szia, Domo Manó, szevasztok, srácok. Hú. Azt mondják, a loot volume 11852. És elvileg meg lett mind a három küldünk, így van. Mert ugye lett ilyen compound sheetünk. Az első dolog, amit megcsináltunk, hogy öltünk egy Stridert, aztán pedig lett nickerünk is. Úgyhogy megvannak a küldik. Lion 57-423. 89 damot kapott. A sok, srácok? Azt hallottam, hogy egyszer hílelt magán. Az helyzet, háromszor lőttem meg, és hát az alatt még hílelt is magán, szóval ez nem sok. Ölni kellett volna. Ölni kellett volna egyet. Great job down there. Now that you've completed a mission, head to the right faction and claim your reward. Hát amúgy kikapcsolom a kocka számlálót már, hogy így jól fut a játék, nincs vele gond. Prospector, hello. Prospector, hello. Kriptomark. It's as good as done. Hey, Prospector. Mi lesz a játék? El kellett hagyni, a jövőben játszódik, és az embereknek el kellett hagyniuk a bolygót, az agresszív lények, illetve a változó szélsőséges időjárás miatt, és mi vagyunk az önjelölt fosztogatók, akik megpróbáljuk ezeket a nyersanyagokat, amiket ki akartak bányászni az emberek, kiszedni, illetve a megmaradt felszereléseket is begyűjteni. Ez egy survival játék, mint a Tarkov. Hardcore survival játék. Bár gondolom, ez esetben ez annyira nem hardcore. Következő része, hogy három Stridert kell megölni. És van olyan nehéz, mint a Tarkov? Hát abból a szempontból, hogy PvPvE hasonló. De szerintem nem olyan nehéz, mint a Tarkov. Ez így első blikre, az első éles meccs után mondom. Lehet, hogy egyébként meg nehéz. Mármint, hogy nehezebb, vagy hasonlóan nehéz. Yeah, see you. Igen, No Man's Tarkov, igen. Most már tudunk venni small backpacket. Milyen van rajtam? Small backpack. Hát itt is ugyanaz a nehézség, hogy úgy szerez lootot, hogy nem öl meg más player, vagy más environmentes tehát hogy a világ, hogy nem öl meg téged a világ, vagy nem öl meg téged egy másik player. Nem olyan nehéz, van tutorial. Na, és ezért érdemes húzni a faction levelt, mert így oldódnak fel fegyverek. És ugye nincsen egyáltalán matchmaking, tehát hogy majd nincsen ilyen MMR alapú összekerülés, szóval bárkivel találkozhatsz, még olyannal is, akinek ilyen exotic fegyvere van. Vigyik medkit. Jó,
lehet modolni, és akkor nem csak nickelt fog nekünk találni. Red dot sight. Hát ilyet vegyünk már. Ah. Recoil csökkentés. Gyorsabban kapjuk elő a fegyvert. Veszünk egy ilyet is. A recoil csökkentett. Ja, itt írja, hogy mire lehet rárakni. DMR Sniper. Shotty AR DMR. Na. Muesli Breaker. Shotty, Heavy. Tab, bal felső sarok és az average kihozatal alapján sorolja be az embereket. Ó. Oh. Quick draw. Hát gyere. Veszünk ilyen stockot is. Taktikán lightot is lehet venni, azt is veszünk. Ergo grip. Kétszeres optika. Veszünk egy ilyet is. Best quality. Best quality. Best quality. Best quality, Korolev. Na. Na. Ja, és nem látszódik semmi? Azt hittem látszódni fog. Ó. Hát ez kár. Ez kár, hogy nem látszódik. Ahogy felszerelem a fegyvert. Ammo konverter. Na, ez legalább látszódik az optika. Rare grip. Jó, szerezzünk rare gripet is hozzá. Time to equip. És ADS csökkentő. Excellent. Excellent. Titan Ore Scanning Module, Focus Crystal Scanning Module. Heavy Mining Tool. Ízarmoros helmet. Speciális ammó. Köszi szépen, Szűcs Dániel, a harmadik hónapot, gratula az újabb badge-edhez. Srácok, peregjenek, az fegek. Szóval, ha találsz értelmes árt, nekem nem sikerült. Hát én egyelőre még SMG-vel nyomom. Ezt így meg lehet nézni. Meg lehet nézni, srácok, ezeket a fegyvereket? Hogy miért mutatja el, srácok, innen tudunk valamit venni, vagy csak mutatja, hogy el ne tévedjek? Mi a feladatunk? Stridereket kell levadászni, akkor nem értem. Gondolom eladni. Á, értem. Sell. Manticore volt a tegnapi pecsége a legjobb, de túl OP volt és balanszolták. Alright, good job handling that. Come back to the bar. There's a few more things you should learn. Jó. Ez nagyon jó, hogy ezt most itt mutatja. Nem akarok eladni semmit. Here's a few materials and some K-marks for a job well done. Now, put them to use over at the public gear printer. You can get more advanced gear there. It'll make your life as a prospector a whole lot easier. Az inventory-ba rak be előbb a cuccokat a dobozba, de nem tudod eladni őket. Oksi, köszi. Take care out there.
Nem is akartam most egyelőre eladni, csak így le akarom tudni ezeket a küldetéseket. Public Gear Printer. Na itt lehet craftolni. Tudunk craftolni egy medium backpacket. Wow. 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 Zeus Beam. Wow. Audio decoy. Holo sight. Itt van, hogy mi kell hozzá. Print resin, optic glass. Heavy converter. Jó, műzli. Ja, ezek meg itt izén szétszedve. Altered nickelt is tudunk. Print a medium backpack, jó. Autoloader. Master unit CPU. Portable lab. Na jó, mehet akkor ez a backpack. You can always put in for a rush job. It's not free, but your time isn't either. Na ez az srácok, amit lehet rövidíteni idő. Real money-val. Tehát, hogyha azt akarod, hogy gyorsabban lekraftolódjon a medium backpacket, akkor költhetsz in-game currency-t is, meg real money-t is rá. Itt látjátok, hogy hogy csökken éppen. Hide automatikusan termeli ezt a real money-t, ezt a izét. Lehet javítani is. Csak lesz majd, ami generálja, aha. Quarter. Have a look into upgrading your quarters. It takes effort. Ez az én quarterem itt, srácok. Income generátor. Ja. Hát igen, gondolom ez az income generátor lesz majd az. Generátor section, inventory workbench. Aha, aurom. Select, create upgrade note. Ja, itt van. Supply crates will get you ammo, stems, guns, whatever a prospector might need. Jó, mehet akkor. Daily crate rewardokat improve-val, illetve állokkal. Na, azt kaptunk 100 fortuna passz, mert megcsináltunk egy délit, gondolom én. This is where you can pick up your supply crates, as well as any salvage and insurance packages. Upgrade your generators. Itt van, mi lehet a supply crate-ben. A level 1-es supply crate-ben. Na hát akkor ezért van az, srácok, amit mondtam nektek az elején, hogyha mindent is elbuktok az inventoritokból, akkor is várni kell egy-két napot, vagy egy napot, látjátok, az már is itt a loot, meg lesz pénzetek is. Jó. Akkor nincs az a gond, hogyha mindent elbuktok esetleg. Jó,
Ja, ott a K-Mark generátor, meg az Aurum generátor is. Jó, szuper. Ez mindenkinek a sajátja volt ez a kótár. Na, tehát akkor küldik. Valahogy itt fel kell menni oda. Greetings. Here are your rewards then. Waterweed filament kell. Na hát ebben majd segíthettek srácok, hogyha esetleg ott lenne előttem, akkor szóljátok, hogy ott van! Level 2-es lett a Battle Passunk, és megkaptuk az ingyenes jutalmat. Was that all? Hát, pillanat. A compound sheet-et azt le kéne adni. És azt mondtátok, hogy ahhoz bele kell nyúlni az inventoringba. Ja. Így. És akkor most már gondolom le lehet adni. Nem ez az a gomb, nem. Mi, mész innen? Jé, i. Nem tudom mi a gyors gomb rá. Az a helyzet, nem tudom, hogy kell oda menni. Nem mutatja nekünk a játék véletlenül? Elfelejtettem, hogy hol vannak ők. Közel vannak, azt tudom, de hogy mennyire közel? Ja, ott van. Gyors betű a G. Ó, oh, köszi. G, mint küldetés. Hard-ended metal és spinal basis. Na hát, olyanunk szerintem van amúgy. Igen, kettő is. Spinal. Le lehet adni? Így. Nem baj. Jó. Tehát. Van-e olyan gomb, amivel mindent kirakunk? Mondjuk valószínűleg nincsen. Az marad. Ó, hogy ez egy legendary cucc, azért mondtad Nexa, hogy ez ritka. Hogy 100 óra alatt csak 3-at találtál. Jobb klikáltam. Ó, köszi. Na. Jó. Hát most nem adunk el semmit. Megyünk tovább. Ugye nem maradt nálam semmi. Hát, ja, nem maradt nálam semmi. 178 lőszer. Szerintem ez így jól van. K-betűs cuccot, az a pénz, azt mindig a safe packetbe tartsd, mert nincs súlya. De helyet foglal, vagy az nem gond. Ezt miért érdemes a safe packetbe tenni? Faction market, select the sell tab. Ja, tényleg a többinek a marketjét még nem is néztem meg. Mert ha dobozban tartod, elveszik a slotot. Ja, értem. Azt hittem, hogy volt nálam ilyen, nem is figyeltem. Jó munkát, ők is csak magasabb szinten adnak. Na, ők már adnak data drive-ot. Fegyver nincs, lőszer van. Armor van. Scanner van, meg ahogy látom, ugyanazokat a cuccokat árulják. Jól van. Szevasz, Nexa, köszi az infókat.
Aha, szóval egy itt a márket. Úgy nagyon hangosan szól a zene, elmegyünk innen, srácok. Jó, hát amúgy szerintem megnéztünk mindent. Annyi, hogy kiveszem a fegyvert. A kis pisztolyt, vagy maradjon? Maradjon. Mert még egyszer ez. Ilyenkor kérdés, aki esetleg vágja a játékot. A fegyverünk, amiket így... így rajta van attachment. Az is biztosítva van? Tehát, hogy az is visszajön nekünk? Vagy hogy megy ez, srácok? Vagy csak a fegyver alap az, ami biztosítva van? Mondjuk itt nem nagyon látok lehetőséget arra, hogy a... Hogy így az attachmentet is biztosítsam. Jó. Jó, akkor bemegyünk ugyanezzel a felszereléssel. Jó, látunk. Na, a swamphoz érkeztünk. Az eseményt kerülje, mert nagyon rossz. Szegényén. Igen, én most a cuccaimat kértem vissza. Szerintem. Ja, hát ez itt a mindennek a széle, ahogy látom. Milyen tovább kell mennünk. Ja, hogy akkor én nem a cucc visszakérős biztosítást választottam? Azt hittem. Hogy lehet bekapcsolni a világítás, srácok? Van küldetésem most, aha. Mi a gyors gomba a világításra? Igen, szereltünk flashlightot a fegyóra.
Igen, a T az a beszéd, ahogy látom. Valaki mögénk jött. Ellaz. Megkapta a törlést. A srác. Gyűjt mindenkinek is kacok. Na basszus, megy tönkre a fénye. Vagy mi az a látási viszony? Ez komoly. Ez nem az a gomba, amit kerestem el. Az a tervem, üdv mindenkinek, srácok, az a tervem, hogy most valakit jól ledarálunk itt, ha persze ő nem ügyesebb nálunk. Akár úgy is lehet mondani, ott egy csillagkapu. Lehet amúgy lean-elni. Nem tudom amúgy miért akarok az SMG-vel snipe-olni. Ez egy olyan dolog, amit nem feltétlenül ért az ember. Van ilyen suppressor vagy silencer a játékban? Az ilyen. Köszi szépen a 49 hónapnyi támogatásodat, mint feliratkozott vadász. Üdv újra itt köztünk. És
Srácok, peregjenek a szvegek Talziánnak. Hát... Nem biztos, hogy... Egy pick-up pont közelébe menni. Ja. Pont azon a gyalog, hogy... Menjünk máshova. Mert itt nincs semmi. Ja. Szerintetek? Szakértő játékosok vagyunk. Power plant. Moderált veszélye. A veszélyt akarom. Mi volt ez a hang? Ez a... Ott egy olyan köpködő. Egy kis piros. És meddig jutottál a V-Risingba, Talzian? Tehát ez itt, itt vannak a jó lútak. Miki, köszi szépen a 25 hónapot. Van szupresszor? Zsír.
hallgatózunk. Ami vihar közelek, srácok. Jó. Ha értelen elfeketedik minden, akkor búj fedett helyre. Oké. Jó, sötét van már így is. Ez nem a elfeketedés. Na most itt várunk egy kicsit, srácok. Kíváncsi vagyok, hogy milyen ez a vihar. Mi ez a hang? Hoppá! Hát ennyire nem veszem észre a lootot. Még ha az orrom előtt van, akkor sem. Mi ez a hang, skacok? Azok? Megy valahol a pufogtatás. Várunk továbbra is, srácok. Nagyon izgalmas, nagyon intenz sarokban csücsülések. A gratulata az ilyen egyébként. Most kéne egy jumpscare? Szevasz, buba. Hát, ha idén egy bátor harcos, ha elkezdesz mobokat pufogtatni. Jó. Ez tetszik. Tessék. Sziasztél, jelom. Jó voltam? Egy perc és... jön a VR. Azt nem tudom, hogy jók lesznek-e így az ajtók.
igazán jó kemperek vagyunk. Valaki elmenekült. Brudj, brudj, brudj! Na, most kezdődik. Látszok, ott full sötét van. Jézusom! Becsukjuk ezt az ajtót. Jézus! Jézus! Igen, ez ilyen Escape from Tarkovos. Mi történt volna, hogyha kint maradunk? Még az iránytű is meg van bolondulva. Ki kéne nézni, srácok? De durva. Jó, visszajövök. Ez már a feje lefelé? Jézus! Profi játékosok ilyenkor VR-ban mit csinálnak, srácok? Mennek vadásznak kint vagy bent? Nem kapcsolunk be semmit. Ha én többet látok, akkor az ellenség is többet lát belőlem. Nagyon jó, csücsülünk a sarokba. Továbbra is. Nem mész ki? Tessék. Ennyit lehet látni kint. Jézusom, mik ezek a hangok? Srácok! Megzavartuk a természetet. De be tudom csukni azt az ajtót, de nem akarom. Hát, ha valaki befut. Ez meddig tart még, srácok? Öt perc egy VR? Lassan vége. Fél perc vagy egy perc még.
elsőre. Ez easy volt. Srácok, tele vagyunk. Na, nyomunk egy kimenekülést, mit szóltak? Ha már teleszedtem magam mindennel. Ajaj, srácok. Nyomtam egy kis dipsteppet. North Uplink. Jó helynek tűnik. Jó helynek tűnik. Hoppá, na mi történt szegény íbottal? Már? Mi történt volna íbottal? Nem reagál az infóra? Hát, mert... parancsot úgy kell beírni, hogy felkiált el info, nem úgy, hogy valamit beírsz, és akkor utána beírod, hogy info. A felkiáltójának mindig az első karakternek kell lennie. Utána pedig a többi részének. Ja, hogy válasz. Ja, értem. Válaszokat nekem nem is mutatja a chat. Egyrészt szoktam furán nézni, hogyha valaki saját magának szívecskét küld, azt közben nem is magának küldte, hanem a threadben. Ezer Drive. Nekem nincs ilyen drive-om. Ezt gondolom később lesz majd hasznos. Igaz, skacok? Na, tehát jó irányba tartunk a kimenekülés felé. WoW, de jó a történet, nagyon tetszik.
Milyen történet van a Céltitán, ami tetszik? A pálya. Uha. Ne haragudj, de most szerintem elvesztettük a... közös nevezőt. Azt mondtad, hogy de jó a történet, utána meg azt mondtad, hogy a pálya. Hat. Az a fov nem kicsi, lehet rajta állítani. Ott vannak a dínók. Na gyere kis dínó. Nem én voltam. Ki volt az? Oké, közeledünk. Ez már ismerő zóna. Befosta, mert mi volt ez a hang? Jézusom! Moga! Our illustrious champion returns. Welcome home. Moga, hát nagyon szépen köszönöm, hogy már on... Már a 7. hónapja a támogatásodat. Méghozzá ír 3-mal. Srácok, beregjenek a szövegek magának. Köszi, köszi. Oké, akkor csak magamat hallottam. Értem. Srácok. Nagyon nagy a baj. Nem volt sebzésünk. Kitartást magam. Azért gond, nem akarok még egy tárat belerakni. Mert ha esetleg harc lenne, nem lesz lőszerem.
Ez micsoda, srácok? Érdekes. Érdekes. Ez mindenféleképpen player lehetett, nem? Aki meghallotta a lövésemet. Jó, megyünk tovább, jó? Jó volt. Na nézzük. Hát egy küldi meg lett. Kettő.
itt volt velünk, igen, ő. Na hát, ez meglát. Köszi szépen maga még egyszer. Azt mondja, hogy... Ja, hogy csak váltottál? Ó, értem maga. Hát ilyenkor újra van lehetőséged megosztani ezek szerint. Ha kell nekünk az inventory, az kipakolni mindent. Heavy ammo például, van heavy ammo. Light ammo az, amivel most játszunk. Strong seam. 25-öt heal el rajtunk. Ez meg 15-öt. Jaj. Eltüntettem Talzén. Van olyan medkit is, ami 100-at heal el rajtunk. Ja, és mivel kettő volt nálam, ez nagyon sok helyet elfoglalt. Ja. Our modest fellowship expands. Jesus! Cirkány megy, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 25 hónapnyi támogatásodat, mint feliratkozott vadász, illetve... Our modest fellowship expands. Maga, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 10-es tízes feliratkozás ajándékozásodat. Jesszus, srácok! Our modest fellowship expands. Praise the sub. Neki mélyétek a csetet. Köszi szépen, hogy Ginger Dory 4., Jazzby 5., Pogi, Lundquist, Our modest fellowship expands. Praise the sub. Brolac, Slayer, J. Martin, Levi, Reti, Ricsi és ABFGAVG első napját lehetővé tettem. Köszi szépen a támogatásodat. Régen lehetett Ctrl-C, Ctrl-V-zni emotokat, de most valamiért nem lehet. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Nem vágom. Mutassátok meg, hogy kell szögeket tergetni, srácok. Most szabad spamelni, de csak a szögeket. Köszi szépen Skaliant, hogy beindítottad a hyphenadat a 200-as csíreddel, Szemez. Köszi szépen a 100-ast, illetve Dumomano neked is a 100-as csírt. Köszi szépen, srácok, a támogatásaitokat. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Praise the sub. Our modest fellowship expands. Jó, csináljuk a kölikkel tovább. Hello, prospector. Hello. Yes. Enjoy the rewards and come back soon. Na, srácok, most olyan küldit kapunk. Olyan küldit kaptunk, hogy meg kell nézni ezt a lagunt a Bright Stands-en, illetve le kell vadászni kreatúrákat a lagónon, ami a Bright Stands-en van. Ez az első pálya? Igen, ez az első pálya. Jó. Csahú. Csahú, azt mondja. Hát Csahú. Csahú, Dumamano. Kaptunk valami új itemet. A passzból, ha jól értem. All good then? Most az, hogy állokoltuk, hogy tudunk venni double barrel shotgunt, hát nem tudom, ettől én nem jöttem lázba, ne haragudjatok. Nem vagyok az a nagy shot is, közelharci. Arc. Ez a zöld. Nekünk meg az oroszos kell. Ha beírod a swag spamet, az... Az csak egy informáló dolog, tékalend. Tehát, hogy a szvegeket kell spamelni. Én csak beírtam a parancsot hozzá, hogy lássátok, hogy miért csináljuk ezt. Ah, it is my favorite prospector again. Ah, I knew you'd get that done.
compound sheet kell, meg hydraulic piston. De olyat szereztünk, úgyhogy ez sima. És unlockoltuk a Scraper nevezetű SMG-t. Jó. Jó, compound sheet kell, ahhoz, hogy tovább haladjunk ezzel a küldivel. Yeah, see you. Nincs kedvem most még egyszer SMG-zni, úgyhogy nyomunk egy cserét. Meg... Ja, mondjuk itt... Ez micsoda? Ezt most akkor megkaptam? Elvileg kaptam valami jutalmat. Egy árt. Hát ez szuper. Scott, köszi szépen, hogy Lyslónak a 11. hónapját lehetővé tetted. Köszi szépen a támogatásodat. Srácok, peregjenek az újabb szvegek. Mind Scottnak, mind Lyslónak egyaránt, illetve Mogának is még pergesétek, meg Cirkány megynek is. Na, szépen kipakoljuk, és akkor ár. A Manticore, ott van a Manticore. 12-es, 24-es magazin size, és 17-es penetrálása van. Na. Ammo vissza. Pisztoly vissza. Botoknak is jár a szám. Jó, egy kicsit jobb felszerelésbe megyünk. Hát a kicsit nagyobb táska az már szerintem megvan. Igen. Úgyhogy azt is viszünk. És akkor viszünk medium ammót, így van. Viszünk kettővel. Biztos, ami biztos alapon. És felszereljük az árt. Na, tehát veszünk rá egy red dot sightot, mert ez mindenre jó. Rare gripet is veszünk rá, mert az ADS idő csökkentés az szintén nagyon jó. Recoil csökkentés is kell nekünk, mert az is nagyon jó. Recoil redukálás az is kell. Stock. Van kettő stockunk is, ha minden igaz. Csak egy stockunk van? Na, mindjárt megnézzük. Gyorsabb reload. Köszi szépen, srácok, a hyphonatba való részvételt. Köszi szépen a támogatásaitokat. Na, tehát, hogy ezt rosszul csináltam. Tehát kell stock, kell taktikán. Jó. Na, de csak egy van. You have a good eye. Szuper. Jó. Bízom benne, hogy egy fegyver elég lesz. Na, hadd szóljon, igaz, srácok? Itt van Vortos. Standard insurance. Ja, látom. Ez a premium currency. De itt pénzbe kapom vissza.
Itt is pénzt kapok vissza. Tehát mindenféleképpen pénzt kapok vissza, és nem itemet. Igen, ott pénzt kapunk vissza. 4500-at. Ez meg 10-be kerül. Hát, mit tudom én. Nyomjuk ezt. Úgy van, 7700-at kaphatok vissza, és 3000-be kerül. Na, hadd szóljon, srácok! Megyünk még egy ilyen utolsót. Miért vagyok ilyen álmos, srácok? És pont a Swamp-ba esünk? Lagoon. Oké, túloldalra kell átmenni. Majdnem ugyanez a spawnunk. Az árhez mondjuk lehet, hogy nem a red dotot kellett volna hozni. Ude jó a lőszer kijelző. Oké, tehát át kell menni a pályán, hogy tudjuk csinálni a küldit. Itt mennyire fogom kapni nagyon. Mindent is látunk. Meg mindenki is lát. Itt egy űr Battle Royale. Nop, nem Battle Royale. Na jó. Bejövünk, lootolunk, megpróbáljuk kimenteni. Hogyha bénák vagyunk, akkor meghalunk. És buktuk a lootot, amit bevittünk, meg amit ki is akartunk hozni. Mármint a felszerelés buktuk, amivel bementünk persze. Nem tudom, playert hallottam-e, vagy csak mobot? Oké, maradtak ugyanazok a kimenekülési pontok. Valaki ide esett. Water facility.
Lejár. Szívás. Epic ingyenes volt pár ete? Hát mivel maga a játék ingyenes, ezért nem hiszem, hogy Epic ingyenes volt. Epicen ingyenes. De ez nem ilyen különleges dolog. Tehát, hogy nem limitált ideig volt ingyenes, hanem ez egy ingyenes játék. Mondjuk nem nagyon hoztam be hírt. Azt nem tudom, hogy átmenjek a túloldalra. Oda a lagúnba kell menni. Vagy a lagúnhoz. Srác elmenekülhetett, hogy itt kimeneküljön. Hűha. Ott lőttünk rá. Ott. Hm? Ott a playerünk. Sniper nagyon jó lenne. De gondolom, olyat itt nem nagyon fogunk találni. Valahol errefele lövöldöznek. Ez kicsit közelebb volt.
hát srácok, hogy néz ki, hogy az a player, akire először lőttünk, ő meglógott. A második player, pedig aki így szaladgált, valahogy elment fájtolni másokkal. Úgyhogy az itteni lövöldözős tervünknek lőttek. Jó. Akkor menjünk tovább. Pont arra kell mennem. Hát mondjuk nem. Jól van. Srácok, menjünk tovább. Nem lesz semmi. A playerünk. Na, lehet mégis lesz valami. Pont rajta vannak a mobok. Halt. Na srácok, megvan az első killünk a játékban. Oké, viszont itt nem fogunk tudni visszamenni. Szuper! Király! Hát most már ezt is el lehet mondani magunkról. Ilyen fegyvert szereztem tőle? Hát egy shotit, ahogy látom.
meg egy ilyen SMG-t. Volt táskája is? Sorry. Akkor ott hagytam valami lootját még. Volt táskája is? Most már az ott maradt, srácok. Bolyhán, köszi szépen a rédet. Nem egy pörgős game, survival játék. Survival játékokat olyan pörgősé teszitek, amilyen nektek kell, hogy legyen. Ha akartok, szaladgáltok. De mivel túlélős játék, itt nem feltétlen arról van szó, hogy mindenkit jó. Hanem a taktikázás. Tudom, a BR játék? Micsoda? Ez? Ez egy Battle Royale játék? Hát nagyon nem, srácok. Na hát ez szép volt. Legalább annyira Battle Royale, mint egy Tarkov. Hol vagyunk most? Southeast Uplink. És a lagumba kell eljutni. Ez egy PvPvE játék. Ha vannak ilyen köpködők. Ezt a zónát ki kéne hagyni. Egy Battle Royale is legalább annyira pörgős, mint ez a Survival. Csak a playstyle, a playstyle-otokon múlik. Jajaj. Hol van az eye tracker? Monitor alatt. Hát ő ügyes volt. Ő ügyes volt. Shit. Einstimo-nak hívták. Rip loot. Rip loot. Na nézzük. Ja, 62-t damoltunk rá, ő meg 98-at ránk.
Na, ott van az elején Józek, ő valószínűleg kimenekült, aztán ott a Thunder Eagle, akit kaptunk be 40 sebzést, én meg 208-at lőttem rá. Na hát, srácok, öltünk is, meg haltunk is. Tehát, hogy egy raid alatt megtörtént mindkettő. Jó. Nekem ennyi lett volna a játszi egyébként, így megnéztük, hogy milyen, belekukkantottunk. Megmondom nektek őszintén, mint koncepció szinten nem tűnik rossznak azoknak, akiknek kimarad a Tarkov, azért mert drága. Viszont engem ez nem győzött meg. Olyan szinten, hogy nem hiszem, hogy többet akarok vele játszani. De király, hogy van annyi különbség e játék között és a Tarkov között, hogy nem igazán lehet rámondani azt, hogy opi csak az, hogy egy műfajból való. És tényleg király, hogy ingyenes. Bár nem tudom, hogy most ki lesz itt a célközönség. Az mindenféleképpen egy hatalmas erőrelépés egy Tarkovhoz képest, hogy itt szerverek vannak, amik miatt nincsenek hatalmas queue-k, mint a Tarkovnál. A Tarkovnál van, hogy 10, nagyon max 20 percet is várnod kell, hogy bekerülj egy pályára, itt pedig csak fölcsatlakozol a szerverre, és jönnek a játékosok. Látod, hogyha becsatlakozik egy játékos, ő is egy droppoddal érkezik, ahogy te is, és legyőzöd őket. Úgyhogy közben téged ne győzzenek le. Hát igen, figyelni kell a PvE harcokra, mert felkelteted a figyelmet, a mások figyelmét, hogy levadásszanak téged. Ez a koncepció nekem tetszett amúgy a Divisionben meg a Tarkovban is. De valahogy itt ez a játék nem győzött meg. Valószínűleg azért, amiért a legtöbb MMO se győz meg a WoW után, mert nekem az örök kedvencem a WoW. Ebben a stílusban meg, hogyha akarnék játszani, akkor meg majd melyet Tarkov. De jó szórakozást hozzá, srácok. Meséljetek majd mindenféleképpen róla, hogy nektek hogy tetszik. Ha esetleg kipróbáltátok, vagy hogy mennyit fejlődött X idő elteltével, mert érdekel a dolog. De most ennyit erről.